Ez a ringatos baba is részét képezi majd annak a 4-5 ezer darabból álló páratlan, eddig a jelenleginél valamivel szűkösebb helyen bemutatott játékkollekciónak, ami méltó otthont kapott a Hiemer-házban, és kiegészült Réber László humorosan kedves grafikáinak gyűjteményével az új Hetedhét Játékmúzeumban. A gyűjteményt korábbi helyéről, innen a Megyeház utcából telepítették át. A játékmúzeum kialakítása több éves előkészületet és munkát igényelt. Mint Brájer Éva alpolgármester mondta, a Hetedhét Múzeum hétvégi megnyitója ünnep lesz a város életében. Mai világban abszolút nevezhető ünnepnek, nehéz gazdasági, pénzügyi helyzetben, hogyha egy város létrehoz valami újat, és ez a kultúrában történik, az azt hiszem, hogy nagy öröm. És Székesfehérvár most ezt teszi. A megnyitó hetében már az utolsó simításokat végzik a gyűjteményen, egész önkéntes mozgalom szerveződött a különleges installáció köré. A hivatalos megnyitó pénteken lesz. Ha a megújult gyűjtemény elkészül, nemzetközi érdeklődésre is számot tartó, egyedülálló játékmúzeummal büszkélkedhet majd Fehérvár. Ez a gyűjtemény abszolút nemzetközi rangú, hiszen az anyaga is nemzetközi. Ha csak arra gondolok, hogy egy-egy tárgy, ami ebből a kiállításban van, ha felkerül a neten, mondjuk felkerülne, már nem fog remélhetőleg, egy aukciós oldalra, akkor az több száz dollár értéket képvisel. A pénteki hivatalos megnyitót követően szombaton egésznapos programokat is szerveznek a Hetedhét Játékmúzeumban a családoknak, táncházzal, zenés tárlatvezetéssel és bábszínházzal. Ezen kívül lesz egy múzeumi bolt is, ahol a kiállított babákhoz hasonló játékokat árulnak majd a gyerekeknek. A szombati programokról részleteket a város honlapján olvashatnak.